5 dolog, amit nem tudtál LeBron Jamesről. 1. Több mint 40 ezer pontja van az NBA-ben. A Lakersben szereplő amerikai kosaras, magyar idő szerint március 3-án hajnalban, a regnáló bajnok Denver Nuggets elleni meccs második negyedében egy lefordulás után átlépte a 40 ezer pontos határt. Végül összesen 26 pontot dobott a meccsen, amelyen csapata egyébként kikapott. 2. Senkinek sincs annyi pontja az NBA-ben, mint neki. A már 39 éves James 2023. februárjában döntötte meg Karim Abdul-Jabbar pontrekordját, így értelemszerűen a 40 ezer pont is rekord. 3. Hiába 39, még mindig remekel. A mezőny legidősebb játékosának ez már a 21. szezonja az NBA-ben. Nem unatkozik, meccsenként 25,3 pontot szerez átlagban, amivel még mindig 15. az egész ligát tekintve. Egyébként az NBA legidősebb játékosa 1948-ban játszott, az akkor 45 éves és 373 napos Nat Hickey. Úgyhogy Jamesnek kell még egy pár szezon, hogy ezt a rekordot is megdöntse. 4. Szülővárosa nagy támogatója. James az Ohio-i Akronban született, akárcsak a liga másik nagy sztárja, Steph Curry. James az alapítványa révén nagy támogatója a városnak, sok jótékonysági rendezvényt is szervezett itt. Emellett általános iskolát nyitott 2018-ban, valamint lakókomplexumot, közösségi központot, orvosi központot és egyetemi kutatóközpontot is létrehozott Akronban. 5. Résztulajdonosa a Liverpoolnak. 2011-ben a Boston Red Soxot és a Liverpoolt is többségében tulajdonló Fenway Sports Group olyan szerződést kötött LeBron James-szel, amelynek keretében a játékos világszintű marketingjogait az FSG kezelheti, cserébe a kosaras lett a Liverpool egyik kisebbségi tulajdonosa. Drukkere is az angol klubnak, amelynek meccsein olykor fel is bukkan.